Bár a koronavírus felforgatta az emberek életét, lassan minden visszatér a régi kerékvágásba, így például az utazásokat tekintve is. Már nyaralhatunk külföldön, a gyerekek pedig különböző táborok közül válogathatnak. Ilyenkor a lakás üresen marad, ez az év többi szakában is előfordul, mégis nyáron gyakoribbak a betörések. Az országszerte megszaporodott ilyen jellegű bűncselekmények oka, hogy bár jól ismerik a szabályokat, mégis sokan a közösségi oldalakon, nyilvános posztban tudatják a világgal, így a betörőkkel is, hogy hosszabb ideig senki nem fog a lakásban tartózkodni. Egyáltalán a lakásnak a belsejéről fényképeket, fotókat feltenni a közösségi oldalakon nem túl szerencsés. Készpénzt tárolni nagy mennyiségben szintén óvaintünk mindenkit, hogy ezt a gyakorlatot kövesse el. De nagyon fontos még az is, hogyha valakinek több nagyobb értékű tárgya van, gondolok itt ékszerekre, vagy akár porcelánokra, akkor arról érdemes egy házi leltárt készíteni, esetleg fényképfelvételt készíteni róla. Ha mégis megtörténik a lakásbetörés, akkor abban az esetben a rendőrségnek tudja prezentálni, hogy ez is ez tűnt el, így néz ki, hogy tudjuk, mit kell keresni. Ami nagyon fontos dolog, hogyha mégis valamilyen módon beütnek a lakásba, és valaki ennek szenvedő alanya lesz, és ezt észreveszi, hogy betörtek hozzá, akkor ne kezdje el keresgélni, hogy miért tűnt el, ne változtasson a helyszínen semmiképp, hiszen ez nagyon fontos nyomokat tartalmaz, ami az eredményes nyomozáshoz szükséges. A 112-es segélyhívót kell hívni ebben az esetben is, megvárni a rendőri intézkedést. Amennyiben lehetőség van rá, érdemes bekamaráztatni a lakást. Erre már számos táv megfigyelő rendszer létezik, amelyek beszerzésére egyre szívesebben áldoznak pénzt az emberek. Számos olyan esettel is találkoznak a hatóság emberei, amikor nem üres lakásba törnek be az elkövetők, hanem az otthon lévő idősek hiszékenységét használják ki a tolvajok. Szerencsére az utóbbi időszakban ez jelentősen visszaesett, de közmű szolgáltató embereinek adták ki korábban magukat. Nagyon fontos tudni azt, hogy ha valaki egy ilyen hatóságnál, szervnél dolgozik, akkor fényképes igazolványnál kell rendelkeznie, megvan a megfelelő formaruha. De még akkor is megvan a lehetőség arra, hogyha valaki be akar jutni az ingatlanba, hogy akkor egy központi telefonszámot felhívnak, és hogy megkérdezik, hogy egyáltalán kollégáik valóban akarnak itt nálunk akár a mérőórát megvizsgálni, vagy bármilyen más a szolgáltatások kapcsolatos tevékenységet végezni. Tehát ez könnyen kiküszöbölhető. Ja, voltak árendőrök is a korábbi években, akik árendőrnek adták magukat ki, de nagyon fontos tudni azt, hogy ha valaki civil ruhás rendőr, akkor jelvényel és szolgálati igazolvánnyal kell rendelkezni, és szintén fel lehet hívni egyébként a 112-es segélyhívót afelől, hogy valóban ez a, aki rendőrnek adja ki magát, az valóban az-e vagy sem, bár önmagában az igazolvány és a jelvény az már igazolja azt, hogy valaki hivatásos rendőr. Önmagában pedig az egyenruhás rendőri állomány, az egyenruha és a rajta lévő jelvény az igazol, de nyilván nekik is van szolgálati igazolvány, amit fel tudnak mutatni. Az idősek mellett a gyerekek naivságát is gyakran használják ki a bűnözők, könnyen kinyitatják velük a bejárati ajtókat. Ezért a szülők felelőssége felvilágosítani a kiskorúakat arról, hogy milyen szabályokat tartsanak be, ha nyáron egyedül maradnának otthon.